tánc az egy, annak egy érzésnek kell lennie. Tehát az a saját örömére táncol általában az ember. Most a színpadot egy kicsit, hogyha ha félretesszük, akkor ez egy, az ember a saját öröméért táncol, és hát az adja a fantasztikus érzést, hogy ha van zene, akkor azzal együtt lüktet, és akkor ez egy ilyen interferencia, vagy hát egy együtt rezgés, ami nyilván felerősíti az egészet. Ha párral táncol, akkor az még plusz egy összetevő, ahol már hárman rezgenek együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez valahogy így kell megközelíteni ezt, és ez egészen magas szintre tudja fokozni ezt az érzést. Tehát egészen éteri. Nekem egyszer-kétszer volt ilyen berészem egyébként. Tehát amikor minden a helyén volt, és majdnem elszálltam körülbelül. A magyar néptáncot én azért tartom egy kicsit másnak, mert ez egy paraszti világból jövő történet, amiben nagyon sok olyan tartalom van, mint mondjuk akár a genetika, érted? Tehát hozod magaddal a hetediziglen a felmenőidnek a dolgait, tehát ebbe bele van sűrűsödve minden, ugyanakkor meg egyéneknek a figuráit tanuljuk, és majd utána megfogalmazhatjuk a saját táncunkat. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy kicsit ugyan keretbe vagy szorítva, de mégis elvárják tőled a saját megfogalmazás, az nem egy könnyű műfaj, de azért lehet jól csinálni ezt, tehát úgy, hogy hiteles legyen, meg a felszabadult örömet azt meg tud élni. A színpad az egy kicsit más, tehát alapból a magyar néptánc a szórakozás. Tehát ez az alapvető funkciója az a szórakozás, és szerintem akkor csinálod jól, ha önfeledten tudsz vele szórakozni. Hát Whitneyden, mint szinte mindenkinek ez általában óvodáskorba kezdődik, mivel akkor, amikor én voltam óvodás, és azóta is, és szerintem még jócskán előttem is olyan óvónénik oktattak, vagy tanítottak, vagy voltak az óvodába, akiknek fontos volt a whitneyi hagyomány. Fontos volt az, hogy minden kisgyerek megismerje a falujának a gyerekjátékait, és hál' Istennek van is bőven, úgyhogy engem is ez a rész fertőzött meg még annó. 18 éves koromban elvittem a nagyszüleimet Kalota-Szentkirályra egy néptánc táborba, és hát azért vittem el őket, mert nagybátyám szervezte, mai napig is ő szervezi, és hát akkor kapta meg a jogosítványomat, úgyhogy nagy büszkén vezettem, és akkor én vittem őket Szentkirályra, és hát este megláttam a táncházba, a buliba, hogy egy hattagú cigánybanda, a legényes muzsikál, és hogy hát ez micsoda hatalmas dolog, hogy egy férfi táncol kint, és 300-an állnak körbe, és mekkora sikere van, és a lányok meg. És úgyhogy nekem ez volt az az élmény, amikor azt mondta, hogy na ezt én is megtanulom. Körülbelül 2004 táján, 2004-2005 tájékán készült a Rába Néptánc Együttesbe egy műsor, és hát különleges igényeim voltak, azt hiszem, vagy erre emlékszem legalábbis, hogy így az akkori vezetőség azt mondta, hogy jó, megkapok mindent, de kell csinálnom egy Rába közé táncot. Mert ugye én eléggé idegenkedtem ettől a dologtól, de hát végül mégiscsak azért Győr az közel van a Rába közhez tekinthető hazai táncok, úgyhogy végül is beadtam a derekamat, és csináltam egy, hát tényleg Rába közi számot, mert több minden volt benne, de a páros anyag java részét azt a whitneyi várostáncok tették ki, és meg is vették egyébként azt a koreográfiát, de mondjuk versenyen ibusz koreográfiának titulálták, tehát ilyen turista látványosságnak. A néptánc csoportban évszámokban én nagyon nem vagyok jó, de a folyamatban annál inkább. 2000 magassága, 1999-2000 magassága az a dátum, amikor már kamaszként úgy döntöttünk egy pár általános iskolás osztálytársammal, hogy hát beállnánk ebbe a whitneyi csoportba. 96-tól alakult ugye újra újjá az énekeslenke
hagyományőrző néptánccsoport a népi együttes befejezésétől 5 évre, és hát egy 3-4-5 év telhetett talán el, amikor így fiatalokkal töltődött ez a történet, az alapító tagok fiatalokkal töltötték föl a csoportot, és akkor léptünk be mi is, talán akkor 5-en vagy 6-an, 3-3 arányba, tehát teljes ideális 3 fiú, 3 lány, és akkor kezdődött ez a néptáncos vonal, amin hál' Isten a mai napig is megmaradt és megvan. Hát igen, ez az évek alatt azért változott bennem is. 99-2000 magasságában, amikor beálltam, akkor én táncolni szerettem volna, azt szerettem volna, hogyha megtapsolnak azért, amit csinálok, de csak és kizárólag a magam fejlesztése volt az, ami engem motivált, és ez alakult át a csoportvezetést, amikor úgy megkaptam Pistitől és Zsuzsitól, akkor azért az átértékelődött bennem. Sose felejtem el, van egy ilyen sztori, amit már visszahallottam jó pár helyről. Volt ilyen jellegű elképzelésem nekem, hogy tánccal kéne foglalkozni, és pont pályaválasztás előtt álltam, amikor Tóni bácsi Vitnyédi táncokat tanított nekünk, és akkor nagyon kettős volt a személyiségem etéren, tehát tudtam, hogy pénteken 6-tól 8-ig tánc van. Tóni bácsi, ha szombaton jött, akkor tudtam, hogy nekem 8 óra 6-kor indul be Kapuvárra a diszkóba a busz, tehát hogyha 8-kor nem hagytuk abba, akkor én 8-kor levetettem a csizmát magamról, fölhúztam a divatcipőt, aztán indulás a buliba, és akkor Tóni bácsi azt mondta nekem, hogy ő szerinte nem ez az én utam. Tóni bácsi akkor Szombathelyen a Táncművészeti Főiskolának a kihelyezett tagozatának volt a vezetője, tehát ha Tóni bácsi akkor azt mondja, hogy gyere, várunk, vagy várlak, akkor lehet, hogy nem így alakul a szakmai pályafutásom nekem se, de Tóni bácsi akkor erről engem lebeszélt. Mert ő is ezt látta, hogy nem biztos, hogy nekem ez lesz az életem, meg ez lesz a jövőm. Ezt időközben egy 10 év távlatából Isten nyugosztalja, még halála előtt is megfogalmazta, hogy hát ez lehet, hogy rossz döntés volt, és hogy ezt nem gondolta volna akkor, hogy rajta is múlik az, hogy belőlem képzett, vagy hogy mondjam ezt, végzett, okleveles táncpedagógus vagy néptáncos legyen. Nem gondolkodtam nagyba, tehát tudtam azt, hogy már táncművészeti főiskolát nem fogok sose elvégezni, de mondjuk táncpedagógus szerettem volna lenni, vagy egy visszagondolva lehet, hogy nem lett volna ez egy rossz irány, és akkor Tóni bácsi engem erről lebeszél, de megmaradtam a csoportba, és ahogy megkaptam a csoport irányítását, és elkezdett fontos lenni ez a sztori nekem, akkor tudtam, hogy azért én ezt meg szeretném mutatni mindenkinek, hogy ha valaminek nekiállok, akkor én azt addig viszem, amíg arra nem mondják azt, hogy az jó. Visszatérve arra, amit már mondtam korábban, hogy Áronnak a személyisége az nagyon nem ez. Áron, amit oda tesz a színpadra, az jó. Amit én akarok látni a színpadon, én azt elhiszem, hogy jó. És ha én hiszek benne, akkor aki mögöttem áll, az azért áll ott, mert ő ugyanúgy hinni szeretné és hinni fog benne, és ez alakította át az én gondolkodásmódomat, hogyha nem is annyira Vitnyédi tánc az, nem a gyűjtésről Péter bácsit, vagy Lajos bácsit, vagy Vörös Tamást másoljuk, de ha én hiszek benne, hogy az olyan, amilyen, akkor előbb-utóbb elhiszik azt nekem. És úgy próbáltam a Vitnyédi csoportot is irányítani, amikor én megkaptam erre a teret és a lehetőséget, hogy az jöjjön csak utánam, aki ebbe ugyanúgy hisz, mint én. Mindig meghallgatom a tanácsot, ráadásul olyan emberek szájából, akiknek adok a szavára, nem sok van, de azért van ilyen,
tőlük a, akármilyen negatív kritikát is én ugyanúgy be tudok építeni az én szakmai hozzáállásomba. Olyan embereket találtam meg menet közben, olyan zenekarokba futottam bele, olyan koreográfusokkal dolgoztam, olyan emberek ültek mindig velem szembe a zsűribe, akiknek adtam a véleményére, és amikor azt kapod, hogy jó, tök jó, ezen meg ezen lehetne még mit változtatni, akkor azon van a hangsúly, hogy ezen meg ezen változtassunk. Mert amúgy jó az irány, és jó a koreográfia, és jó a csoport, és őrizzük, ápoljuk, csináljuk. Ez az én szakmai munkámhoz is csak hozzáad. És időközben hát eredményes lett a Whitney-i csoport, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, és ebbe azért van nekem is jelentős részem. Ott kell lenni az önkormányzatba, hogy igenis, hogy a néptáncosoknak Whitney-en legyen szava, ott kell lenni országosan a Muharai Szövetségbe, teljes mellszélességgel, hogy a hagyományőrzők közé úgy kerüljünk be, hogy óriási nevek közé kerültem én akkor, tehát Török Imre bácsi, ha csak a Rába közt említem, a Török Imre bácsi, a Schwarzkopf Gyula, Gencsen akkor virágkorát élte a gencsi csoport, a kapuvári csoportot Gábor úgy irányítja, ahogy irányította már akkor is, ahogy kell, ő is megküzdött mindenkivel. Olyan nevek közé kerültem be, akik mellé muszáj volt valamit letenni az asztalra, hogy egyáltalán ők szóba álljanak veled. Szép, jó, kiválóak lettetek, de jó, tudtuk, hogy nem csak a Whitney-i csoportnak köszönhető ez, hanem jó koreográfus találtunk, az öregek, tisztában voltunk vele, mennyit tesznek hozzá, de az évek alatt viszont igenis, hogy a csoport jó, a csoport lett jó. Dolgozunk is érte, de ez úgy átalakította az én látásmódomat is mindenről, hagyományokról, néptáncról, hogy a kezdeti ilyen lázadó korszakból most már nem tudnám elképzelni az életemet pénteki próbák nélkül, országos színpadok nélkül, azok nélkül, az emberek nélkül, akiket én az évek alatt megismertem, azok nélkül, a muzsikák nélkül, amiket nekem az évek alatt a fülembe húztak különböző zenekarok, a fellépések, a külföldi fesztiválok, ez szerintem nem csak átalakított, hanem ugyanúgy formál egy más személyiséggé. Igazából az fogott meg benne, hogy ez egy igazi páros táncnak látom, ahol most azt nem tudom, hogy ez régies, nem régies, de az biztos, hogy nagyon hasonlít az erdélyi táncokhoz, így a fogásmódját tekintve, meg a karakterét is. És ez kifejezetten tetszett benne, hogy nagyon egyértelmű, ha az ember bele tud látni, mögé tud látni a dolgoknak. Tóni bácsi próbálta megtartani a Whitney-i néptánccsoportnak a jellegét, tehát hogy egy feldolgozó, egy népi együtteses történet van, ahol nem feltétlenül az a lényeg, hogy ki milyen mélyre tudja hajlítani a térdét. Áronnak viszont ezek voltak a főbb szempontjai, hogy ha már Whitney-t csinálunk, akkor azt úgy csináljuk, ahogy ő értelmezi a Whitney-i néptáncot a felvételekről. Na és itt azért botlottunk egy-két olyan akadályba, amit vagy elveszítünk egy-két régi táncost, aki nem volt hajlandó máshogy értelmezni a Whitney-i táncot, Vagy dülőre jutunk úgy, hogy Áron itt hagy valamit, és akkor azt megpróbálom én úgy kigyakoroltatni a társasággal, hogy az mindenkinek feküdjön. És itt megint csak elvesztettünk egy-két táncost annó, viszont nyertünk egy csomó fiatalt, mert látták azt, hogy más van, látták azt, hogy dolgozunk, látták azt, hogy szakmai munka is elkezdődött, a nem csak a nevünkből akarunk élni, hanem újra próbáljuk értelmezni a Whitney-i hagyományt, és elkezdtünk Whitney-t táncolni. Olyan embertől kaptuk ezt az anyagot, aki jól ismeri ezt az anyagot, és ez, aki megmaradt, annak viszont ez nagyon tetszett. Könnyű volt úgy anyaghoz nyúlni, hogy a Whitney-i táncot táncoltuk, azt a Whitney-i táncot, amit egyébként a felvételeken látunk mi is. Az én első emlékem az a Fertőszent Miklósi kultúrával a Nyugat kapujában minősítő
rendezvény sorozat alkalmával láttam először a csoportot, akkor zsűriztem, és hát akkor emlékszem Zsámboki Lacira is, meg a Németh Pistire, Pityu bácsira, igen, Pityu bácsira. Jól emlékszem, igen. Tehát ők megvannak így a szemem előtt, azt mondom, hogy sokkal jobban emlékszem a látványokra, az ilyen mozgásos dolgokra, mint a beszélgetésekre általában. Tetszett az a vitalitása a csoportnak, tehát hogy volt benne élet, természetesség, látszott, hogy egy hagyományból táplálkoznak, ha nem is élő, de megőrzött hagyományból táplálkoznak, vagy felelevenített hagyományból. Nem tetszett viszont a színpadra állítása a darabnak. Már nem emlékszem egész pontosan, hogy milyen darab volt, hanem ivás volt benne szerintem, vagy úgy emlékszem, de a színpadra rendezése az úgy nem kifejezetten tetszett. Amire én konkrétan emlékszem, az arra, hogy Laci felhívott telefonon, és megkérdezte, talán feltette a kérdést, hogy dolgoznék-e a csapattal, és hogy csinálnék egy műsort nekik, és ott felajánlott, hogy találkozzunk ugye a Németh Pistieknél, és hogy beszéljük meg az együttes vezetőségével a mikéntjét ennek a dolognak. És így indult szerintem a konkrét együttműködés. A konkrétumokra nem emlékszem, hogy mit beszéltünk. Azt láttam, ami feltűnt, az az, hogy van egyfajta távolságtartás, vagy volt egy ilyen méregetés azért, hogy de ez gondolom egy nagy nyitás volt a csoport életében, és azért volt bizalmatlanság, én így emlékszem. 2-3 éven keresztül is csak és kizárólag táncot tanultunk Árontól, amikor megfogalmazódott az, hogy akkor kéne csinálni koreográfiát. Mi akkor táncos koreográfiákba gondolkodtunk, hogy csináljon egy vitnyéri táncot a vitnyéri csoportnak értelemszerűen. Aztán Áront érdekelték a hagyományaink is, nem feltétlenül csak a vitnyéri tánc, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy akkor már építsük valami hagyomány köré a koreográfiát, ne feltétlenül csak vitnyéri legyen. És itt lépett első gondolati síkba az, hogy akkor mondjuk a lakodalmas lovagoljuk meg. Meg volt a vitnyéri lakodalmas. És ó, hát könnyű dolgunk lesz, Áronnak ezt az anyagot odaadjuk, és akkor ezt szeretnénk látni a színpadon, vagy legalábbis valami hasonlót. Aztán jöttek a kisebb csatáink, hogy hát ez az anyag, ez nem az, meg ezt nem biztos, hogy meg kéne koreografálni. Volt benne egy nagyon szép udvarlás rész, aztán egyébként be se került a lakodalmasunkba annó az udvarlás rész. Áront jobban érdekelték azok az emberek, akiknek még ez úgy még élő hagyomány, és akkor kezdtünk el nyúlni idősebbek felé. Ez ilyen 2009 magassága, amikor idősebb táncosok, régi táncosok, nem feltétlenül, tehát lakodalmat megélt, sok vitnyédi lakodalmat megélt emberek a nyugdíjas klubból, a népdalkörből mellénk álltak és segítették az erős ellen szelet Vitnyéden. Na, de ahogy képbe léptek az idősebbek, ez megnyitotta az énekesnek, a hagyományőrző néptánc együttesnek a más szegletét is, mert ugye lakodalmasba kellettek gyerekek is, benne voltak az idősek is, és a felnőtt néptánc csoportból kialakult igény lett rá, hogy kialakuljon egy gyermekutánpótlás csoport. Volt jó néhány hangadó Vitnyéden, akinek ez nem tetszett, hogy jön egy idegen, és ő vitnyéri táncot akar nekünk tanítani. Kezdtünk dolgozni a lakodalmas műsoron, hát az nagy élmény volt egyébként nekem, az öregek, vagy hát az idősebbek, akik teljesen életszerűen, természetesen tudták viselni azt, amit csinálnak. Tehát egy őszinte tartalom volt, csúfolódók, meg az, ahogy részt vettek így benne. Miután levetkőzték a gátlásaikat, meg meggyőztük róla közösen őket, hogy hát ez így jó. És nekem az nagyon nagy élmény volt. Örülök, az egy életemnek egy nagyon szép emléke. Az idősek egy csomó olyan hagyományt másodpercek alatt vissza anekdotáltak nekünk, mint például az aratásnak, hogy működött az aratás régen. Én azt se tudom, hogy kell megfogni egy kaszát, vagy hát azóta már mondjuk párszor volt kasza a kezembe, de ők elmagyarázták azt, hogy egyébként ők jártak régen aratni, hogy nem a
a bálát, azt nem a kombány rakja össze, hasonlók, és lett például egy aratóbandánk, akik az idősektől visszatanulták a fiatalok például, hogy kell, és most már csak a fiatalokkal járunk aratni. 2010 után futottunk egy olyan kört, hogy akkor már, ha már Áronnak megvan, ha már Tóni bácsinak videókazettán megvan a vitnyédi anyag, hát nehogy már a vitnyédi csoportnak ne legyen meg, megkerestünk akkor mindenkit, a Hagyományok Házát, a Zenetudományi Intézetet, mindenkit, hogy a vitnyédi anyagot mindenhonnan hozzuk el, fotótárból, videótárból, egy csomó helyre elmentünk veled, ugye, annó, és hál' Isten meg is kaptunk mindenkitől mindent, és akkor volt egy olyan, hogy voltak olyan dolgok, amiket nem is tudtuk, hogy Vitnyéden léteztek, ez konkrétan a halott sirató történet, hogy 6 vagy 7 olyan arhaikus halott sirató jött elő Anna néninek a 34-be gyűjtötték talán, nem vagyok benne biztos, 34-be Anna nénit, aki egyébként a Kistóth Pityu bácsinak a nagyanyja. És akkor kezdtük el megérteni azt, amit Áron nekünk, hát akkor már körülbelül 6-7-8 éve is súlykol, hogy ne attól szálljunk el, ami a színpadon van, mert az valószínű, hogy jó lesz, mert ő csinálja, meg jó lesz, mert Vitnyédi táncolunk a színpadon, hanem pont az ilyen apró pillanatok miatt több ez annál, hogy nem egy színpadi darab, és ne két évente színpadi koreográfiákba gondolkodjunk, hanem inkább ennek az üzenetén, hogy mi az, amikor egy idős nő megszólaltat egy halott siratót, és mi az, amikor a nénik elkezdik mesélni, hogy pihentek az aratáskor déltől háromig, hogy ott mik zajlottak a fák alatt, kikivel ismerkedett, ki hogyan ismerkedett. Ugye erről nem beszélnek emberek, viszont amikor így bekerülsz egy olyan közegbe, akkor kezded el megérteni azt, hogy milyen az, amikor reggeltől délig, meg 3-tól 6-ig kaszáltak, és örültek annak, hogy együtt voltak. Mi meg azt hittük, hogy a hagyomány az úgy hagyomány, hogy fölállunk a színpadra, aztán megváltjuk a világot. Na, ezt a szemléletet alakította át erősen bennünk. Áron volt olyan év, hogy 2-3-szor is külföldön voltunk, és mutattuk be a táncainkat. Persze nem ezeket a színpadi darabokat, hanem inkább csak a táncainkat. Tehát onnantól van az, hogy igenis, hogy számolnak a vitnyédi csoporttal, én úgy gondolom. Szóló táncosaink lettek, Fülöp Ferenc díjas táncosaink lettek, Pisti Zsuzsi elsőként, én a Gyöngyi másodikként, aztán most már jönnek a fiatalok is. Táncház találkozókra hívnak bennünket, a Lakodalmassal hívtak bennünket, tehát megnyílt az országos színpad, én ezt inkább úgy mondanám, a Nemzeti Tánc Együttessel, felvonulásokat a Budapesti Tavaszi Fesztiválra, jöttek olyan telefonok, amit nem is gondoltam volna sose én, hogy tőlünk kérdeznek a vitnyédi hagyományokról, szokásokról, a viseletről, rekonstruáltunk viseletet, tehát ez egy olyan tanulási folyamat volt, hogy mindent próbáltunk vitnyédiessé tenni. A viseleteinkre odafigyeltünk, hogy az olyan legyen, az úgy legyen. Gyerekeknek elkezdtük normálisan, én úgy gondolom egyébként, hogy előtte is foglalkoztunk velük, de szakmailag inkább a mostani időben van az, amikor szakmai munkát tudunk nekik letenni. És akkor volt a csúcsán, az én véleményem szerint ez a 2015-től időszak, amikor úgy tényleg csúcsán volt a vitnyédi csoport, így hagyományőrző mozgalom téren. A legmeghatározóbb élményem, és egyébként ez fordította az én látószögemet át erről az egészről, hogy 2001. szeptember 19-én, ezt csak azért tudom napra pontosan, mert ez a terrortámadás után volt pár nappal, a Cseri iskolával mi Franciaországba jutottunk ki, mi egészen pontosan 6 vagy 7 táncos pár, és erre ment egy válogató, ugye akkor többen voltunk ennél, és akkor bekerültem én ebbe a társaságba, akik Franciaországba mehettek, és ez egy olyan élmény volt számomra, eleve talán
akkor voltam először messzebb, tehát nem környező országban, külföldön, hogy ez fordította meg az én látószögemet. Erre készültünk, erre gyakoroltunk, erre műsort csináltunk, és ez a fordulópontja annak, hogy én onnantól gondoltam azt, hogy hát én ilyet még akarok, tehát hogy nem csak a falunapozás, nem csak a hétről hétre ugyanazt a műsort próbáljuk és előadjuk, hanem akkor igenis, hogy elkezdtünk új koreográfiát tanulni, ha már egyszer kimegyünk, akkor már csepegtették belénk, hogy létezik archív felvétel vitnyédi táncokról, mert addig mi csak és kizárólag az énekeslenke munkáját gyakoroltuk és csináltuk. Ő summás koreográfiát, ő egy vitnyédi táncok koreográfiát rakott színpadra még előtte, és ezeket a koreográfiákat gyakoroltuk, regruta koreográfiát. Minden próbán, mindig ugyanazt, ugyanúgy, ugyanakkor, és ez a francia fellépés fordította át ezt az egészet, és mondom, ennek én is tagja voltam annó. Emlékszem egy csomó falunapra, emlékszem az első olyan hazafele útra Győr új barátról a kultúrával a Nyugatkapujába, amikor azt mondták az akkori vezetők, a Pisti és a Zsuzsi, hogy na most már egy pohárral ihatunk mi is. Persze ittunk mi előtte már, viszont nem így közösségbe. Tehát akkor mi még ott gyerekeknek számítottunk, ezek a szárföldi kocsmában megálltunk, erre világosan emlékszem, és akkor ott az első vörös, hivatalos vörösboros kólával kocintottunk a felnőttekkel. Tehát ezek a részek, ezek nagyon jó időszak volt. Csoporttal kapcsolatban nagyon sok emlékem van, és főként az idősebbekkel való kontaktusban, de hát az, tehát ha egyet kell kiemelnem, és ilyen szerintem csak egy van, amire úgy nagyon emlékszem, és úgy tényleg beleim égett, az a Tercsi néni halott siratója. Tehát az egy olyan különleges élmény, ami, hát amit nem lehet, hogy igazából az egyszer van. Legalábbis egy ilyen közös munkában ez egy olyan különleges dolog, ami nem fogunk megismételni, de az így van jó. Mint kiderült, Áron már látott minket korábban, tudta azt, hogy mi az, amit mi tudunk, meg gondolom én, hogy tudta ő azt, hogy ő mit tud, mint vitnyédi anyagot, és elkezdtünk beszélgetni egymással, elkezdtünk találkozgatni egymással, és kialakult egy olyan viszony, két teljesen más kaliber vagyunk, de végig is valahogy szót értettünk, és én úgy gondolom, hogy azért értettünk szót már a legelejétől fogva, mert magáról a célról voltak ugyanazok az elképzeléseink. Akár milyen anyaghoz nyúltunk, akár mit csináltunk együtt, én nekem mindig volt egy konkrét elképzelésem, amit azt hittem, hogy az nagyon jó. Ő meg mindig elmagyarázta, hogy egyébként ez így nem jó, de az irány az jó. És azért tudtunk mi jól együttműködni, mert az elképzeléseimet ő tökéletesen úgy gondolom, hogy meg tudja valósítani. Aztán, hogy ő mit gondol erről, az nem biztos, hogy így van, hogy ő azt valósítja meg, amit én elképzelek, de működik. És lássuk be, hogy az évek alatt ez bizonyosodott is. 2008-ban a pünkösdölőt fogalmaztuk meg, az már egyébként tetszett a szakmai zsűrinek, erre világosan emlékszem, de még mindig nem az volt, aminek kellett lenni, ugyanis ezt még magunk próbáltuk, tehát színpadi törvényeket nem ismerve, a Pistivel, a Zsuzsival összerakva valami, Tóni bácsinak az intelmeit, megpróbáltunk egy pünkösnapi bál koreográfiával országos színpadra menni, és utána fogalmazódott meg az bennünk, hogy na, akkor egyértelműen a koreográfiát is szakembertől kérjük, és 2010-re érett meg az, hogy Áron elkészítette nekünk a vitnyédi lakodalmast, ami hál' Istennek országosan is elég nagy port kavart. Itt konkrétan a hagyományőrző mozgalomról beszélek. Pécsváradon 2010-ben. Kiváló minősítést kaptunk. Emlékszem rá, hogy 40-45 fős busszal mentünk, és nekem már nem volt helyem, ketten álltunk a buszon, tehát jóval többen mentünk, mint a busznak a limitje. És arra is emlékszem egyébként, hogy Áron oda nem jött el. Nem is feltétlenül volt az baj, mert azt hittük, hogy itt aztán minden fénytechnikával játszottunk, tehát ez nekünk akkor annó hatalmas nagy
dolog volt, hogy színpad egyik felét, másik felét világítsuk meg, és Pécsváradon a színpadon tisztán emlékszem rá, hogy valakit ki kellett hagyni a műsorból azért, hogy kapcsolgassa a színpadon a villanyt, mert kb. ilyen technikába mutattuk be ezt a koreográfiát, a kérést a technikusoknak, hogy nekünk olyan színpad kell, ami jobbról-balról meg van világítva. Na de mindegy, itt valószínű, hogy nem is a technikai része volt ennek a fontos, hanem az, hogy mi ezt annyira szívből, meg annyira akartuk jól bemutatni azt, amit Áron megcsinált nekünk, mert azt tudtuk, hogy az nem lesz rossz. Élveztük a koreográfia összerakását és mindent, hogy kiválóan minősültünk. Határeset volt, de kiválóan minősültünk, és akkor mi nagyon-nagyon boldogok és büszkék voltunk. Úgy az öregekkel, úgy a fiatalokkal, úgy azokkal a tagokkal, akik végigélték velünk azokat a pofonokat, hogy 2006-ban hát leszóltak minket országosan, 2008-ban már nem volt az olyan nagyon rossz, de még mindig nem az, hogy egy óriási nagy bulit csaptunk, és tulajdonképpen az fordította át a Vitnyédi csoportot arra, hogy országosan is megismertek bennünket. És akkor mi úgy gondoltuk, hogy akkor mi fölértünk a csúcsra, meg fölértünk országosan is az elitbe, abba a 10 legjobb csoportba, aki a kiváló, hagyományozó közösséget alkotja. Viszont mi akkor nem álltunk meg, hála jó Istennek nem álltunk meg, hanem Áronnal tovább dolgoztunk, és én 13-ra emlékszem, de aztán lehet, hogy ez 12, lehet, hogy 14, akkor, hogy még egyszer menjünk el és minősüljünk, és akkor az idősek tanácsára ezt a halálra pördített lány Sági Bíróné balladája dolgot szerettük volna feldolgozni, és emlékszem rá, amikor Áronnak ezt először elmagyaráztam, hát akkor azt mondta, hogy ő szerinte nem ehhez kéne nyúlni, hanem inkább nyúljunk hagyományhoz, ne ilyen népi feldolgozáshoz. Aztán Áronnak is megjött, amikor beszélgetett az öregekkel arról, hogy mi is volt ez, meg aztán akkor tudtuk, hogy Alocsiratót rá tudjuk erre az egészre építeni. Tercsi néni megtanulta Alocsiratókat magnó kazettáról. Emlékszem, hogy mondta, hogy tekergette vissza folyamatosan, és akkor ezt énekelte. De egyébként valóban ez volt a kulcs momentum az egésznek, és akkor e köré kellett építeni valamit, és a halálra táncoltatott lány balladája volt aztán végül is a keret történet, amit szerintem egyébként, hát egy kicsit magamat is dicsérjem, sok olyan elemmel oldottam meg, ami nekem kifejezetten tetszett, soha előtte meg azóta se használtam. Kifejezetten az öregeket, az idősebbeket nem tudtuk másként használni, csak akkor, hogyha egy ilyen külső szereplőként vesznek ebben részt, de hát nyilván színpadon voltak, de egy ilyen aláfestést képviseltek énekkel, kiabálásokkal. Tehát úgy szervesen része voltak, de mégis egy keretet biztosítottak ennek, szóval ez egy ilyen jó megoldás volt. És összeraktuk ezzel a Sági Bíróné balladájával a Halott Siratót, és nem csak nekem, én úgy érzem, hanem mindenkinek, aki akkor színpadon állt, már a próbáknál tudtuk, hogy mi lesz az, amikor ez egy érces, idős női hangon megszólal egy ilyen halott sirató. Az egy olyan emlék, amit én sem nagyon tudok elfelejteni. Elsötétült a színpad, ott álltunk, azt se tudtuk, hogy hol vegyük a levegőt konkrétan, és egyszer csak a Tercsi néni elkezdte énekelni ezt a halott siratót, de nem tudom, tudjátok-e venni, hogy ha csak beszélek róla, libabőrös lesz a kezem, és tényleg így van. És néma csöndbe ott álltunk, és a Tercsi néni énekelt. Én úgy gondolom, megtaláltuk az egyetlen olyan embert, akinek a szájáról ez tényleg feküdt akkor. Emlékszem rá, hogy édesanyám beszélte rá a Tercsi nénit arra, hogy ő szólót énekeljen annó, és anyu mesélte nem egyszer, nem kétszer, hogy Tercsi nénivel való telefonbeszélgetéseik során hogy mindig mondta a Tercsi néni, hogy nem való ez neki, nem tudja, hogy hogyan rakja vissza magát ebbe a környezetbe, hogy milyen érzelmeket hozzon föl, és akkor mindig azt mondta a Tercsi néni, sose felejtem el, hogy ilyenkor mindig a Feri bácsira gondolt. Feri bácsi nem sokkal korábban távozott el, és Tercsi néni úgy
be tudta magát helyezni egy olyan érzelmi közegbe, hogy a halott férjére gondolt annó, és volt valami mögötte. Tehát nem csak egy ének volt. Kérhettünk volna ilyet, hogy tanulja meg valami profi népdal énekes, de jóval több volt ez. Nem tudtak elkezdeni tapsolni a nézők, nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel az információval. Úgy álltunk a színpadon, nekem is megvannak ezek a pillanatok, hogy hát 10 másodperc néma csend biztos, hogy volt. Tehát nem mertek elkezdeni tapsolni, mert nem tudták ők se, hogy most mi is volt ez, mit kaptak. Visszarakni egyszerre az egészet egy pozitívba, amikor tényleg elértük azt, amit akartunk ezzel, álltunk, lestünk. Mi a színpadon ugyanúgy, mind a nézők. Siri, csend és teljes sötét volt a kapuvári művelődési házba. Ja, hát ez egy olyan pillanat, ami azért úgy megmarad az emberbe. De szerintem mindenkibe, aki ott volt, nézőbe, zsűribe, koreográfusba, zenészbe, mindenkibe. Ez tényleg egy jó pillanat volt. De ez a koreográfia, ez nagyon betalált mindenkinek. Emlékszem, ezen az értékelésen már ott ült velem Áron, az első még nem. Mindegyiket felvettem, én ezeket vissza is hallgatom rendszeresen, hogyha elbizonytalanodok, hogy jó irány az, amit csinálunk, hogy ez mindenkinek nagy dolog volt. Én úgy gondolom, hogy ez még Áronnak is nagy dolog volt, egy ilyen koreográfiát hagyományőrzőknek letenni az asztalra, és Stanó Hédi fogalmazta ezt meg, hogy ja, hát erre is világosan emlékszem, hogy ja, hát azt tudtuk, hogy Árontól nem csak valamit kapunk, de hogy ez tényleg mindenkinek betalált. Akinek gyereke van, akinek elveszett, vagy bocsánat, elment hozzátartozója van, Tercsi néninek az éneke, az a nézőkbe, a zsűribe, az mindenkibe nyomot hagyott. Megelőtte volt egy olyan felvezetése a koreográfiának, hogy mérő hoztuk, magasra vittük, aztán visszaraktuk a mélybe, és itt értettük mi is meg azt, hogy mi ez, meg itt kezdtek el velünk úgy is foglalkozni már országosan, hogy ja, a Whitney-diek azok ilyet is tudnak. Úgy fogalmazódik meg az igény, hogy hát az kiváló legyen. És akkor nyúljunk hozzá valami hagyományhoz, elővettük valamelyik szövetségi rendezvényre, elővettünk egy nagyon régi regruta toborzó koreográfiát, amit egyébként az alakuló, tehát 96-ban alakuló koreográfia volt ez a sorozás. Áronnak ezt úgy leadtam, ezt a kérésemet, de én sem tudtam pontosan, hogy mit akarok látni a színpadon. Áron meg nem tudta azt, hogy nyúljon bele valami olyanba, amit már mi csináltunk, vagy csináljunk egy teljesen mást. 18-ban talán elkezdtünk ezen a koreográfián dolgozni. Na, ez a koreográfia még úgy 21-ben még mindig nem készült el. Hozzáteszem, azóta minősítési kiíráson se vettünk részt. Úgyhogy félbe vagyunk ezzel a munkával. Háromnegyed részben vagyunk ezzel a munkával, de hát ennek neki kell állni. Csak hát ez a pandémiás időszak ezt nagyon-nagyon-nagyon elakasztotta. Ez az eddigi legnehezebb, bár mindig úgy éreztem, hogy hogy fogom én ezt megcsinálni, de azért ez aztán összeállt ez is, így igazából. Biztos lesz még rajta változtatás, mert most nagyjából a kerete megvan, jól emlékszem, de már gondolom, hogy fogunk rajta változtatni. Hát ennek a nehézségét az adja, hogy ugye itt egy katona történetről van szó, tehát a sor alá menés, meg a háború és ilyesmi, de hát ugye Whitney-den nem igen vannak férfi táncok, vagy hát most a verbunk is egy vegyes tánc, jó, persze is a férfiak vannak exponálva benne, meg hát a seprűs van. Én eddig mindig azért ilyen legényesekbe gondolkodtam azért, ha... És az, hogy konkrét dus sincsen, és ez nehézséget ad olyan szempontból, hogy nehéz a férfiakat kiemelni. Meg hát azért ugye, bár ez biztosan nagyon sokat változott, de a fiúk énekén azért sokat kellett csiszolni meg.
De alapjában ő szerintem egy kerek történet. Még vannak benne anomáliák, de úgy kerekedett a fonal a történetnek. Szóval szerintem értékelhető lesz. Ez a pandémia, a Vitnyeni csoport életében ez pont úgy jött, hogy ha jól emlékszem, hogy tavaszra volt kiírva egy minősítés 2020 tavaszára, amire gőzerővel dolgoztunk. Áron is érdekelt lett benne, megint mi is az alkotás örömét akartuk ebből az egészből kivenni. El is indítottuk ezt a folyamatot, és tavasszal ugye ez a történet ez megakadt. És amikor láttuk, hogy ez megakad, ha jól emlékszem, májusban lett kiírva, tehát májusra kellett volna elkészüljünk, márciusban ugye elakasztották a néptánc csoportokat is, meg hát szinte mindent az országba. Abba is hagytuk, tehát ott abba hagytuk, nem göngyölítettük tovább, akkor, hogy novemberre átteszik ezt a minősítést, nyáron tudtuk, hogy nehéz lesz felkészülni, meg hát nem is tudtuk azt, hogy egyáltalán nyáron lehet-e táncolni, aztán lehetett előírásokkal. A novemberi minősítés megint csak ugye el lett halasztva, mert megint stop került a néptánc mozgalomba, és akkor elengedtük. Akkor ezt a minősítéses dolgot, ezt végleg elengedtük. És hát ugye nem is próbáltunk. A közösség ezt nagyon megérezte. Most, hogy újra indulhatott minden, amikor ezt az anyagot ezt vesszük föl, akkor már egyébként újra indulhatott minden, viszont amikor ezt az egész anyagot elkezdtük megfogalmazni, akkor egyébként még nem próbálhattunk, tehát a táncosok még nem próbáltak. Hát a Vitnyeri csoport életében ez konkrétan annyi volt, hogy aki eddig is olyan csak 70%-kal vette ki a részét a közös munkából, hát annak ez egy tök jó alkalom volt, hogy nem is biztos, hogy elkezdi újra a munkát. De így visszagondolva utólag nagyjából megmaradt a csoport. Annyi változott, hogy nem biztos, hogy nekünk profi táncosokat kell nevelni, hanem inkább a közösségre kell fektetni, megfordítani az energiát, és nem csak táncolunk, hanem színpadi dolgokat csinálunk, csapatösszekovácsoló tréningekkel indítottuk ezt a munkafolyamatot, énektanulással indítottuk a lányokkal, népdal énektanár foglalkozik, amikor kiscsoportos foglalkozásokat lehetett tartani, akkor ebben a pillanatban mi kiscsoportos foglalkozásokba gondolkodtunk. Ha nem lehetett zárt téren, akkor szabadba próbáltunk, ahogy lehetett zárt téren, abban a pillanatban visszamentünk a táncterembe. De hál' Isten megmaradt a csoport, és működik a csoport. Most kéne mögé tenni a szakmai részét, mert azért lássuk be, két év alatt nem csak a fizikumunk alakul át tánc nélkül, hanem a hozzáállás is. És hát a szakmai részét most idén-nyáron bele kell ebbe tenni. A gyerekek követnek bennünket, hál' Istennek, ugyanis látják azt, hogy a vitnyédi hagyományaink, a pünkösdőlő, a bölcsőcske mit jelentenek nekünk is, mit jelentenek a falunak, és mit jelentenek az országos viszonylatban is. Tehát könnyű úgy pünkösdőlni, küldeni a lányokat, hogy ők ezt mondjuk a Papp László arénában, a nagy színpadon is adták elő 4000 embernek. Nem kérdezik meg, hogy miért kell, hanem tudják azt, hogy erre mindenki kíváncsi, csak ezt nem szabad kiölni a faluból, ugyanúgy, mindahogy országosan is megmutatjuk, ahol tudjuk a bölcsöcskét, a mindent. Úgyhogy dolgozunk, elkezdtünk dolgozni, szakmailag is elkezdünk dolgozni, a koreográfiát is megpróbáljuk összerakni, és reméljük, hogy a jubileumra összerakott koreográfiát bármikor egy országos színpadra, egy minősítési kiírásra is át tudjuk emelni, úgyhogy ez a célunk. Nem lehet egy pandémiás időszak után 100%-os biztonsággal azt mondani, hogy ez a célunk, ezt szeretnénk, mert senki nem gondolta azt, hogy nem próbálhatunk. Senki nem gondolta azt, hogy nem lehet bemenni a táncterembe. Senki nem gondolta azt, hogy nem foghatsz meg egy nem családtagot úgy, hogy meg kell tartani a távolságot, maszkot vegyél. Azzal az emberrel nem táncolhattam, akivel
99-2000 óta együtt táncolok, mert nem lehet, mert megbüntetnek érte. Nagyon nehéz így célt kitűzni, de ha meg kéne fogalmaznom, akkor a legfőbb és legfontosabb az lenne, hogy a közösséget ugyanúgy összetartani, a közösséget rábeszélni arra, hogy ugyanúgy jöjjenek utánam, ugyanúgy higgyenek az elképzeléseimbe, mint ahogy hittek eddig is. Tehát a közösséget megőrizni, ez az, ami a fő szempont lett, mert most már tudjuk értékelni azt, hogy milyen az, amikor nincs. Eddig meg úgy gondoltuk, hogy olyan nincs, hogy nincs. De van, de volt sajnos, több, kétszer fél év maradt ki teljesen nem csak a mi közösségünk, hanem minden közösségnek az életéből. Legnagyobb célkitűzésünk az a közösséget életbe tartani, természetesen szakmai munkát végezni, mert nem elég csak a közösséget, mégis csak néptánccsoport vagyunk. Pályázunk, amire csak lehet megteremteni az anyagi jólétet is a csoportnak. Természetesen kiváló minősített koreográfiákat szeretnénk ontani ki magunkból, de jelen állás szerint nem feltétlenül ez a fontos. Ha már dolgozunk, akkor értelemszerűen úgy dolgozzunk, ahogy kell, de megtartani a csoportot, megtartani a csoportnak az erejét, megtartani a nekünk valamikor is muzsikáló, valamikor segítő embereket magunk köré. Ez a legfőbb célkitűzésünk. Külföldre hadd menjünk ki megint. Csapat összetartó tréningeket hadd tartsunk. Jöjjenek fiatalok. És ez a nagyon fontos, hogy kapjunk új táncosokat, álljanak be fiatalok, az utánpótlást be tudjuk építeni a csoportunkba, mert akkor van jövőnk. Akkor ez nem fog megszűnni. Hál' Istennek eddig ez teljesen pozitív. Voltak hullámvölgyek, biztos, hogy lesznek hullámvölgyek, de a csoport létezését még hál' Isten nem befolyásolta semmi, és a cél az az, hogy ez így is maradjon. Thank you.